Rendhagyó színes foglalkozásokat indít gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt a Vértes Agórája. Januárban pályáztak a programok megvalósítására, amit aztán meg is nyertek, így mintegy 30 millió forintból 16 program várja össze az érdeklődőket. A 16 programból 13 program kifejezetten az iskoláknak szól, általános és középiskoláknak, diákoknak, elsősorban és kicsit a pedagógusoknak is. Ezen kívül van 3 programunk, ebből 2 óvodapedagógusoknak, mentálhigiénész szakembereknek, óvodás gyerekeknek és szüleiknek, és van 1, ami nyugdíjasoknak szól. A Forgó Rózsa Népművészeti Központ néptáncot, illetve különböző népi játékokat fog tanítani a gyerekeknek, amit be is mutatnak majd a közönségnek. Ezzel foglalkozunk a gyerekekkel, a játékok készítésével, a különböző kis gyermek népi hangszerek készítésével, a reneszánsz játékok, táncok megtanulásával, illetve a magyar népi kultúrában lévő megfelelő táncoknak a megtanulásával. Az Agóra pszichológusa nevelési problémákról és a pályaválasztásról tart foglalkozásokat. Főleg szituációs játékokban próbáljuk ki bizonyos helyzeteket, találkozás a munkáltatóval, hogy kell egy önéletrajzot megírni, mit jelent az, hogy motivációs levél, mik a jó fellépés titkai. Drámapedagógiai és színjátszó programokon is részt vehetnek az érdeklődő diákok. Az a célunk, hogy olyan klasszikus magyar szerzők műveit vigyük közel színjáték által a diákokhoz, amit egyébként lehet, hogy nem vállalnának föl, mert hogy nem mernének neki kezdeni. A foglalkozások ingyenesek. Egyetlen feltétel az, hogy a résztvevő a programsorozat mind a 35 alkalmán jelen legyen.